A konyhában pakolt Tóth Robertné, akit a helyiek csak Mazsinak hívnak. Tavaly novemberben készültek ezek a felvételek a lakásában, ahol akkor még sapkában fogadta stábunkat. Azóta hatásosnak bizonyultak a kezelések, már a haja is kinőtt. Nem engedték el a kezemet, úgyhogy nagyon segítettek, meg minden, meg végig, meg most is. Hát úgy van, hogy most már kezdek kijönni ugye a betegségből. Tóth Robertnét 7 évvel ezelőtt méhnyakrákkal diagnosztizálták, akkor eltávolították a méhét, sugárkezelést kapott, és úgy tűnt meg is gyógyult, de kiújult neki a betegség. Tavaly szerveztek először jótékonysági horgászversenyt, hogy segítsenek neki a költségekben. Akkor 225 ezer forint gyűlt össze. Idén ismét összefogtak a horgászok, és június 19-én vasárnap a halászi Üregcsuka tónál ismét versenyeznek, ahol kísérő programokkal is várják az érdeklődőket. Lesz kutyás bemutató, arcfestés, indiai fejmasszázs, tombolasorsolás. Ugye magánszemélynek nem igen szoktak tombolát adni, de hála Istennek a kapcsolataim révén el tudtam intézni, hogy a horgászok legnagyobb örömére, hüvelyre egy horgászparadicsomba kapják a tombola fődíjat. 28 horgász vesz részt idén a versenyen, a teljes bevételt pedig a Mosonmagyaróvári asszony gyógyulására ajánlják fel. Járok kezelésre is, most lett egy kis mellék hatása annak a kezelésnek, ugye most egy kicsit abba hagytuk, mert ugye, hogy itt begenyesedett ugye a állkapcsom, és hát végtére is most majd menni kell CT-re, vizsgálatokra megint, de úgy pozitív irányba változik most a betegségem, úgyhogy szóval most már azért alakulunk. A szervezők bíznak benne, hogy minél több adományt tudnak gyűjteni. Aki segíteni szeretné az asszony gyógyulását, az megteheti a képernyő alján látható bankszámlaszámon.